Kedves nézőink, a női labdarúgók számára is véget ért a bajnokság, a következőkben ezzel kapcsolatban láthatnak egy stúdió beszélgetést. Jó estét kívánok, szervusztok! A női labdarúgó csapat edzője és egy játékos van itt velünk, szervusztok! Kivel kezdem, Csaba? Megint gratulálnunk kell, ami nem esik olyan nehezünkre, ismét győzelemre vitted a női labdarúgó csapatot. Nehezebb volt ez, mint eddig, bármikor? Köszönjük a gratulációt! Azt kell mondanom, hogy nem volt nehezebb, sőt most könnyebb dolgom volt, mint edzőnek, mert nagyon összeérett a társaság, a csapat is, gyakorlatilag könnyed győzelmeket tudtunk aratni, egy-két kivétellel, és erre nagyon büszkék vagyunk. Barbara, te hányadik szezonodat töltöd el a női fociban? A második szezonomat játszottam. És milyen érzés? Nagyon jó. Miért kerültél ide? Kipróbáltál-e valami más sportot? Igen, kézilabdáztam, és maradtam a focinál. Valamivel jobban megfogott, jobban érzem magam. Mi csábított? Csabi bácsi, vagy lányokat ismertél a társaságból, vagy csak kijártál, nézegetted, és ki akartad próbálni magad? Lányokat ismertem, meg előtte is fociztam, és így kerültem oda, és megtetszettek. És most már itt is maradsz? Igen. Meddig? Hát minél tovább szeretnék. Az iskolában mit szólnak, hogyha elmeséled, hogy te focizol? Nem annyira lányos sport, azért ezt valljuk be. Nem, hát nem annyira örül neki mindenki, de azért elfogadja most már egyre inkább. Szülők, testvéreid mit szóltak hozzá, amikor megtudták, hogy focista leszel? Támogatnak benne, teljesen örülnek neki. Csaba, ilyenkor azért kicsit megnyugszol, nem, hogy jönnek, és jó híre van a csapatnak, vonzod a fiatal tehetségeket? Igen, nagyon, nagyon jó érzés ez, hogy ezt hallom vissza a lányoktól, és tényleg szeretnek ide járni. Úgyhogy szerintem ez a legfontosabb. Mi az, amin úgy gondolod, hogy nem kell még hátradőlni, és a következő szezonban érdemes lesz változtatni, hogy biztosabban nyerjetek? Mert gondolom a cél ugyanez, győzni kell egy kicsit magasabban, vagy valami jobb eredménnyel. Bár ugye elég sokáig véletlenek voltatok. Igen, igen, tehát van egy másfél éves szerepen ségi sorozatunk, sőt a 100%-os volt. Azt követte egy döntetlen és egy 3-2-es vereség Veszprémbe, de gyakorlatilag ez már akkor történt, amikor a bajnokságot megnyertük, bár a lányok fogadkoztak, hogy hát ez is meg lesz, de ugye ezt tudjuk nagyon jól akár a tévében, a nagyfiúknál, a válogatott csapatoknál is, hogy ha már ez ott van, tudat alatt, akkor már a teljesítmény az egy kicsit lehet, hogy nem úgy sikerül, hogy szeretnénk. Ettől függetlenül nagyon jól teljesítettek a lányok, természetesen van mit javítani, csapatjátékon, az összejátékokon, a kombinációkon, pontrugásokon. Tehát ezeket mind tovább kell fejlesztenünk. A következő évet erre is szálljuk, hogy ezeket begyakoroljuk, és áttérjünk a nagypályára. Polgármester úrral beszéltem, ígéretünk van arra, hogy az MB2-es indulásunkat 16-17-es évtől támogatni fogja. Tehát ez egy ígéret, egy tárgyalás után már megszületett. Reméljük, hogy ez így is marad, és mi mindent megteszünk annak érdekében, hogy ez így is legyen. Mennyi lesz a nyári szünet, mennyi pihenőt engedélyeztél a lányoknak? Nyári szünet itt nálunk a hölgyeknél úgy van, hogy mi folyamatosan megyünk. Tehát van egy kis szünet, vége a bajnokságnak, mostantól gyakorlatilag van egy kis szünetük, de mellette szervezünk tornákat, holnap is megyünk Pápára, és illetve nevezünk tornákra, és aki nem tud arra esetlegesen eljönni, az kimenőt kap, tehát azt nem veszük annyira szigorúan, hogy akkor most mindenképpen ott kell lennie. Illetve a három hölgy, aki az amatőr megye válogatottba kapott meghívót, ők pedig Budapesten fognak játszani. Ez azért nagy elismerése a csapatnak, illetve az edzői munkának egyaránt. Igen, igen, igen. És utána pedig vannak falunapok, ahol elmegyünk, fogunk menni június 28-án Szeldömökrét tornára, utána július 4-én Zánkára, és gyakorlatilag utána augusztus közepéig van nekik a szünet, akkor lesz egy holt időszak, de ebbe bele van építve egy edzőtábor augusztus 1-től 9-ig, és ez a kicsikkel egy kicsit vegyessen, tehát ott összeboronáljuk az U15-es lányokat és a nagyokat, de az edzéseink is úgy vannak, hogy van egy U15-ös edzés, és utána jön a nagy.
és akik az U15-ből szeretnének ott maradni ügyesebbek, vagy illetve a 13 év fölötti korosztályt mondom, emelném ki ezen a téren, ők maradnak. És így jobban tanulnak a kicsik is, megismerik egymást, és könnyebb a beépítés. Ugye, mert az U15 után nincsen U17 például. Tehát aki abból túlkoros, nem tudna hova menni. Most is van egy hölgy, aki ezt a kort elérte, és jön ugye egyből fel hozzánk. Így a létszám nekünk az MB2-re, akár ajkai szinten is ezt mi tudjuk biztosítani. A minőségre kell rámennünk, meg az edzések arra fognak kitérni, hogy felfejlesztjük a lányokat. De még ezt azt mondom, hogy az edzések azok így épülnek fel. Sőt, van, amikor 10 éves vagy 11 éves kislány is ott marad, mert ő szeretne ott maradni, és nem mondjuk neki azt, hogy nem. Segítik a többiek őket, illetve van egy olyan időszak, amikor azt mondjuk, hogy na most kicsik, akkor nektek már a véget ért, és akkor utána külön még a nagyokkal foglalkozunk. Barbara, hogy néz ki egy edzés? Rá tudsz nézni néha az órádra, vagy elkezdődik, és egyszer csak azt mondja Csabává, hogy véget, meg még maradnátok. Mennyire fárasztó? Hát eléggé el lehet rajta fáradni, főleg ha valaki rendesen végigcsinálja az edzést. Bemelegítünk, utána a labdagyakorlatok, koordinációs feladatok. Neked melyik része a kedvenced? Talán mikor egymás ellen játszunk a végén már. És akkor hogyan történik a csapat kiválasztást? Ti választatok úgy, mint általános iskolában, régi fociban, hogy két csapat kapitány eldönti, hogy állítsa össze a csapatot, vagy Csabi bácsi jelöli ki, és akkor mindig mással kell együtt játszanatok? Attól függéppen, hogy jön ki. Van, mikor mi választunk, van, mikor Csabi bácsi. Te milyen poszton játszol? Balszélső hátvédként játszom. És jól érzed magadot? Nem szeretnél kapus lenni, vagy mondjuk gólövő csatár, hogy csak kicsit kelljen futni? Nem. Elégedett vagy ezzel? Igen. Csabi bácsi, említetted az utánpótlást. Volt időszak, amikor problémás volt, hogy az eltávozó valami oknál fogva Ajkát elhagyó lányok helyét pótoljuk. Most mi a helyzet? Változott-e valami? Szerencsésebb edzőnek érzed-e magad e tekintetben? Van-e segítséged? Mert azért itt mindig látszott egy kis hiány, hogy kevés a női futball megszállottja edzői szinten. Nézői szinten nyilván népesebb a tábor, edzői szinten nehezebb egy kicsit. Hát így van, edzői szinten valóban nehezebb, mert igazándiból segítség csak tapasztaltabb játékosoktól van, hölgyeknél, tehát ők tudnak nekem segíteni, és ez jól is működik. Most már azért eltelt itt 6-7 év talán az alakulás óta, nincsenek még olyan játékosok, akik azt mondanák, hogy már a foci valamiért nem annyira a kedvencük, és besegítenének valamelyik utánpótlás korosztálynál? Nem volt, nagyon fiatal a csapatunk. Egy hölgy van, aki 40 éves, őnek is megvan, őnek is megvan a déli szense, de ugye most azzal már nem tudna edzősködni, tehát neki meg kellene ezt újítani egy másik fajtára. Illetve az utána a következő korosztály az ilyen 26 éves, és a Barbie meg a 21-18 évesek, tehát elég fiatal a csapat is. Az elvándorlás az iskolák miatt nem jellemző. Tehát nálunk ez igazándiból volt egy időszak, amikor két vagy három játékos elment, de ez most már két vagy három éve. Ez nem jellemző, sőt, olyan információ van, aki elmegy, ő nem szeretne Győrbe például, nem akar elmenni Győrbe, szeretné itt maradni. Ez megint csak a csapat megtartó erejét mutatja. Van a lehetőségetek arra, hogy mondjuk kisebb falvakban vagy a környező településeken valamilyen szinten reklámozzátok a csapatot? Akár játékkal, akár kisebb tornákkal, vagy idő, van erre idő egyáltalán? Van, igen. Falunapokra el szoktunk menni. A holnapi nap például Pápán egy céges rendezvény, egy évvégi záró ünnepség, vagy ilyen céges buli, én nem tudom, hogy nevezzem, és oda kifejezetten női csapatokat és lánycsapatokat hívnak meg. Tavaly évben is voltunk, és ezáltal mi gyakorlatilag népszerűsítjük a labdarúgást. Tüskeváron például itt Veszprém megyében belül állandóan meg vagyunk hívva falunapra. Ott vannak a lányok, van vízifoci, van rendes foci, vagy fiúkkal vegyessen, tehát ez folyamatosan működik, de voltunk Balatonszőlősön, Halimbán, Somlóvásárhelyen is. Úgyhogy itt a környező településeken jól ismerik a labdarúgásunkat, illetve úgy mondanám inkább, hogy legalább olyan szinten ismerik, mint Ajkán, mert például most benn voltam az önkormányzatnál, és
a következő évi nevezéshez kértem az önkormányzati igazolást, hogy nincs alultartozásunk az önkormányzat felé, és fel kellett menni a gazdasági osztályra is, és ott a hölgyek nagyon örültek, mosolyogtak, hogy Jéhajkán van női foci. Tehát még mindig ér meglepetés, hogy valaki nem tudja. Néha azt gondoljuk, kicsi ez a város, néha azt gondoljuk, hogy nagy. Nagy, nagy. Barbara, neked van-e egyéb hobbid a futball mellett, illetve jut-e időd valami másra? Nem, nem igazán, de nem is szeretnék más csinálni. Ezzel szeretnék csak foglalkozni. Az iskolában milyen hozzáállás? Testnevelő tanárok részéről, osztálytársak részéről van-e, aki szerinted kedvet kapott a te mintád alapján, hogy ellátogasson egy-két edzésre? Hát az osztályom, nem hiszem, hogy az iskolából olyan sokan, de azért lennének. Viszont a tesi tanáromnak is köszönhetem, mert ő segített, nem hagyta, hogy abba hagyjam. Ki ő? Mindenképpen említsük meg név szerint. Péter tanár úr. Melyik iskola ez? A Szent Györgyi Albert. Van ilyen bázis? Tehát te látod-e, hogy Ajkán a középiskolák közül valahonnan több lány jön, valahonnan kevésbé, vagy nincs ilyen összefüggés? Olyan összefüggés van, hogy vannak iskolák, ahol foglalkoznak a lányok, és indítják akár a diák olimpián őket, akár a Coca-Cola kupa. Igen. Tehát van több rendezvény is iskolai szinten a lányoknak. A Szent Györgyi, a Bródi, esetleg néha a Bánki, a Vörös Marti az nem annyira, de inkább én kiemelném a Szent Györgyit és a Bródit ebből az Ajka iskolák közül. És ennek a két iskolának vannak gyakorlatilag a női labdarúgás terén országos sikerei is. Beszéltünk arról, hogy neked vannak a jövőre nézve terveid. Ha megnyertétek a bajnokságot immár sorozatban többször, mivel lehet még motiválni a lányokat? Nyilván a törzsgárda már talán kicsit kezd itt unni, vagy minden meccsen kihívásnak érzi, hogy most ne két góllal nyerjünk, hanem 16-tal. Mivel tudod még őket motiválni, hogy ne 16-tal nyerjünk, hanem 22-vel? Kicsit olyan furcsa már ez. Motiválja a lányokat az, hogy egyszerűen ott lehetnek, játszhatnak, és maga a győzelem, de ami most jelen pillanatban problémát okoz számunkra, ugye a létszámunk az már a nagypályára megvan, és ugye folyamatos tere van a bajnokságban, és sokszor hosszú a kispad, amikor 16-an vagyunk, és 7 plusz 1-et játszunk, és kevesebb játék lehetőséget tudok biztosítani játékosoknak, még akkor is, hogyha 8-9 góllal nyerünk, és akkor utána megkapja a bizonyítási lehetőséget. Tehát ezeket az arányokat is úgy kell értelmezni, hogy van egy kezdő mag, aki itt közül, mondjuk, én úgy mondanám, hogy ha lehet ilyet mondani, hogy két játékos, akit nem nagyon tudunk cserégetni, tehát ők szinte állandóan végigjátszák, de a többiek közül gyakorlatilag bárki pótolható, tudjuk helyettesíteni, ezt bebizonyították a lányok, és az a probléma, hogy mégis ott van a lelkükben az, hogy ja, én akartam volna végigjátszani, én szerettem volna, és azt nagyon nehéz megértetni, hogy itt a jövőt is építjük, és őnek is részesenek kell lenni ennek, és ki kell tartani, végig kell ezt a munkát végeznie, mert különben akkor problémát okoz nekünk is, és saját magának is. Nincs lehetőség arra, hogy két csapatot indítsatok, vagy ahhoz azért még kevés a létszám? Ahhoz azért még kevés a létszám. Ugye azt tudni kell, hogy dolgoznak a lányok, akár hétvégén is. Tehát itt van, aki rendőr, van, aki szakács, nem mindenki iskolás. Az iskolásokkal egyszerűbb a dolgunk, vannak sérülések, amik befolyásolják ezeket a dolgokat. És ennél azoknál fogva még nem gondolnám, hogy meg az utazás miatt, tehát az nagyon nagy megterhelni a csapatot. Elég komoly fejlesztések folynak most a sportpályákon. Érint-e benneteket ennek valamelyik része pozitívan? Lesz-e külön helyiségetek? Egy kicsit komfortosabban tudjátok-e majd az edzéseket bonyolítani? Olyan ígéretünk van, hogy a régi bányászpályának az épületében ott lesz öltözőnk, stb. Ott tudjuk tárolni a labdáinkat, mert most gyakorlatilag vagy az autó, vagy a lakás, vagy a pince, a szertár. Tehát azért még mindig van lehetőség a fejlődésre. Igen. Tehát azért még mondhatjuk azt, hogy még gyerekcipőben vagyunk. Az eredményeink megvannak, de a háttérben, még a szakmai munkában is azért nagyon sokat kell fejlődni. Barbara, kézenfekvő kérdés, hogy amint megjelentél edzésen, emlékszel rá,
hogy mennyi edzés után és milyen körülmények között kerültél be a csapatba? Hát egy évig folyamatosan jártam az edzésekre, minden edzésen segítettek a nagyok, az edző is segített rengeteget, fejlesztett mindent, amit csak tudott, minden tanácsot megfogadtam mindenkitől, és egy évi kemény munka után sikerült bekerülnöm kezdőként a csapatba most már. Ilyen szófogadó lány vagy? Tehát otthon azt mondják, hogy akkor le kell vinni a szemetet, vagy ki kell menni a kertbe, akkor azt szó nélkül teljesíted, és ennek köszönhető, hogy itt jó helyen érzed magad, vagy azért otthon nem mindig ilyen zökkenőmentes az élet? Hát otthon nem mindig. A pályán jobban elfogadom a tanácsokat, és jobban meg is fogadom őket. Edzés után együtt elmentek-e még a lányokkal közösen, tehát edzésen kívül van-e még közös programotok? Mert látom, azért csapat összetartás van. Igen, szoktunk közös programokat tervezni, meg együtt szoktunk kimenni általában edzésekre. Ez gondolom segíti is az eredményességet. Igen. Csaba, Barbara, én köszönöm, hogy eljöttetek. Akkor további sok sikert, és még akkor egy másfél éves veretlenséget kívánok mindkettőtök. Köszönöm. Szervusztok.